Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy rengeteg erdő. A rengeteg erdő kellős közepén állt egy kidőlt, bedőlt kis házikó. Ebben a házikóban lakott a télapó. Nagyon-nagyon öreg volt már a télapó, a szeme is rossz volt, a lába is fájt időváltozáskor, hát csak üldögélt a kidőlt, bedőlt házikóban, és azzal mulattatta magát, hogy számlágatta, hány nap van egy esztendőben. Már 100 éve, hogy belekezdett, mégsem tudott a végére járni, mert mindig odaverődött valaki, és megzavarta a munkájában. Kip-kop, itthon vagy-e, télapó? Itthon. Hogy ne volnék itthon? Hát egy kis cinke állt az ablak párkányán, az kopogtatott az ablakon. Éhes vagyok, télapó. Nem adnál egy kis szotyola magot? Majd ősszel megadom. Máskor megint a nyulacska kopogtatott az ajtón. Kip-kop, itthon vagy-e, télapó? Itthon. Hogy ne volnék itthon? Erezd be, télapó. Elfogyott a tüzelőm, és fáznak a kis gyerekeim. Majd hozok neked húsvétra szép hímes tojást. Mit volt mit tennie? Előkereste a szotyulamagot, ne éhezzen szegény madárka, kinyitotta az ajtót, meg ne fázzanak a szegény kis nyulacskák. Aztán újból hozzákezdett a számláláshoz, mert közben elfelejtette, hogy hol is tartott már, és előről kellett kezdenie. No de most már nem hagyom magam többé megzavarni. Mérgelődött télapó. Megszámlálom, ha addig élek is. 1, 2, 3, 4, mondogatta csendesen magában, és már el is jutott talán 300-ig, amikor ismét bezörgetett valaki az ablakon. Ki van kint? Szólt ki mogorván télapó. Kiháborgat megint fontos dolgomban. Én vagyok a postás, hallatszott kívülről. Levelet hoztam télapónak. Erre már mégiscsak ki kellett nyitni az ajtót. Nagyon fontos levelet hoztam. Az van ráírva, sürgős. Tessék hát sürgősen elolvasni. Könnyű azt mondani, dörmögte télapó. Nem látom ám én az ilyen bolha betűket. No, majd én segítek, ajánlotta a postás. Kibontotta a levelet és elolvasta, ahogy ott állt, szép sorjában. Kedves télapókám, gyere el hozzám, mihelyt lehet, fontos dologban kell beszélnem veled, csókol, Lacika. Mit tehetett télapó? Felhúzta a meleg csizmáját, amivel 7 mérföldet lehet egyszerre lépni, belebújt a bundájába, fejébe nyomta a prémes sapkáját. Épp olyan volt most, mint egy falusi bakter. Becsomagolt magának egy kis útravalót, előkereste a vándorbottyát, és elindult 7-7 országgá. Ment, mendegélt a rengeteg erdőben, hát egyszer csak összetalálkozott a cinegével. Hey, cinege madaram, meg tudnád-e mondani nékem, merre lakik Lacika? Hogy ne tudnám, télapókám? Menj csak mindig jobbra ebben a rengeteg erdőben, arra lakik Lacika. Ment, mendegélt télapó, amerre a kis cinege mondta, hát egyszer csak kiért egy nagy tisztásra. Hát most ugyan merre tartsak, gondolta magában, és akkor hirtelen megpillantotta a mezei nyulacskát, amint éppen futni tanította a kisfiát. Hely te nyulambulam! Meg tudnád-e mondani nékem, merre lakik Lacika? Hogy ne tudnám, télapókám, menj csak mindig balra ezen a nagy tisztáson. Arra lakik Lacika. Ment, mendegélt télapó, amerre a nyulacska mutatta néki, hát egyszer csak elért egy nagy tornyos város szélére. A nagy tornyos város szélén szerencsére összetalálkozott a postásba, amint éppen munka után hazaballagott. Ugyan, kedves postár, meg tudnád-e mondani nekem, merre lakik Lacika? Hogy ne tudnám, télapókám? Menj csak szépen egyenesen ebben a nagy tornyos városban, míg egy iciri-piciri utcában nem érsz.
abban az iciri-piciri utcában lakik Lacika. Fáradt volt Télapó. Útravalója is elfogyott már, mire megtalálta az iciri-piciri utcát. Be is esteledett, mire egy torony magas házban megtalálta a kisfiút. Jaj, talán már alszik is Lacika, hiszen öreg este van már, gondolta Télapó, és óvatosan csengetett, hogy fel ne ébressze Lacikát. Itt lakik Lacika? Kérdezte nagyanyútól, aki ajtót nyitott neki. Itt lakik, felelte nagyanyú. Tessék besétálni. Lacika már ágyban volt, mert egész nap csak a Télapót várta, és elfáradt a sok várakozásban. Mégis megőrült, amikor meglátta az ajtóban Télapót. Jó estét, Télapó! De régen vártalak, jó, hogy megérkeztél. Jó estét, Lacika! De sokáig jöttem, amíg ideértem, nagy rengeteg erdőn, nagy réten. Hetet-hét országot végiggyalogoltam, mind megettem, ami útravalót hoztam. Jaj, kedves Télapó, de jó, hogy eljöttél. Nagy tornyos városban, hogy el nem tévedtél. Kiáltotta Lacika örömmel, és helyet csinált Télapónak az ágya szélén. Nagyon fontos dologban kell veled beszélnem. Mondd csak, mondd galambom, mosolygott Télapó. Tudod, Télapókám, de hajolj közelebb, a füledbe súgom, mert nagy titok, amit mondok neked. Nagyanyukám vett egy szánkót, de a pénzéből már nem futotta hóra. Hó nélkül a szánkó nem ér egy fogarast, hozzál nekem sok-sok jó ropogós havat. Jól van, bólintott Télapó, hozok neked, Lacikám, mert olyan szép levelet írtál nekem. Most csak feküdj le szépen és aludj, mert elmondták már az esti mesét is a rádióban. Le is feküdt Lacika, szemét is behunyta, el is aludt nyomban. Télapó meg éppen csak erre várt. Szép lábújhelyen kiosont a szobából, halkan becsukta maga megett az ajtót, hogy meg ne zavarja kisfiú álmát, és elindult a csendes éjszakába. Amerre ment, csillagos hó hult az utakra, városra, tornyos nagy házakra, hó hult a mezőre, rengeteg erdőre, és a puha hóban senki nem hallotta lépteinek zaját. De reggel, mikor felébredtek a gyerekek, és kinéztek az ablakon, örömükben felkiáltottak. Esik a hó! Esik a hó! Lacika nem szólt semmit, csak mosolygott a kis rácsos ágyában, mert ő már tegnap este tudta, hogy itt járt a Télapó.